Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, kedves karcagiak! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket mai sajtótájékoztatónkon. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Varga Mihály pénzügyminiszter urat, miniszterelnök helyettest. És köszöntöm F. Kovács Sándor urat, térségünk és városunk országgyűlési képviselőjét. Köszönöm szépen, hogy miniszter úr elfogadta a mai sajtótájékoztatóra szóló meghívásunkat, hiszen az elmúlt években, évtizedekben is nagyon sokat köszönhettünk annak a támogatásnak, annak a segítségnek, amelyet tőle kaptunk, és amellyel Karcag, a térség, a járás fejlődött. Ma egy olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely Karcagváros életében az elkövetkezendő évekre, évtizedekre kihatással lesz, a város fejlődésének meghatározó pontja lesz, és amelyre mi karcagiak, mi sportszerető karcagiak nagyon régóta várunk. Megkérem miniszter urat, hogy ezt a bejelentést, ezt a lehetőséget, amellyel tovább fejlődik településünk, tegye meg, és biztasson bennünket ennek a jelentőségére. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! A kormányzati jelenlét a mai sajtótájékoztatón mindenképpen indokolt, hiszen ahogy arra a polgármester úr is utalt, és képviselő úrral is jó néhány ponton összekötődik a munkánk, a tevékenységünk. Az elmúlt években az volt a jellemző, hogy a kormány az önkormányzattal szoros együttműködésben tudta megvalósítani a legfontosabb fejlesztéseket. Erre törekedünk nem csak Karcagon, hanem az ország számos más pontján is. Elérkeztünk most Karcagon egy olyan ponthoz, amikor megújul a város sportélete, és remélem, hogy nem csak a város sportélete, hanem a közösség élete is, hiszen egy olyan többfunkciós sportcsarnok alapkövét helyezhetjük majd le, remélem hamarosan, a tervezés után, amelyik a város sportszerető közönségén túl mindenkinek, kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, időseknek is rendezvényhelyszínül szolgálhat. Polgármester úr utalt rá, hogy ez az együttműködés nyilván akkor lehet eredményes, hogyha 100%-ban mindenki elvégzi azt a feladatot, ami ráródta gondviselés a Jóisten. A kormányzat az elmúlt években abban volt érdekelt, hogy azok a tervek elkészüljenek, megszülessenek, amelyeken keresztül egy-egy régió vagy egy település fejlődése, fejlesztése tovább tudott lépni. Karcagon is így volt ez. A kormány jó szándékkal áll hozzá minden olyan kezdeményezéshez, ami beleilleszkedik egy nagyobb koncepcióba. Ez a nagyobb koncepció most a sportfejlesztés. Utalnék itt arra, hogy nem csak közvetlen direkt beruházási támogatásokkal, hanem mondjuk az adórendszer átalakításával, a működtetésben való besegítéssel is törekedett arra a kormány, hogy az ország számos helyén lehetőség szerint megvalósuló és aztán működtetett létrejövő működő intézmények, sportcsarnokok, kisebb vagy nagyobb tornatermek alakuljanak ki. Ehhez a ponthoz jutottunk most el. Utalni szeretnék arra, hogy ez a fejlesztési vonal nincs egyedül, hiszen az elmúlt hónapokban is képviselő úrral és polgármester úrral együtt tudtunk dolgozni annak érdekében, hogy a beruházásaink megvalósuljanak. Azt a jó hírt szeretném Önökkel megosztani, hogy két olyan fejlesztés is kormányzati támogatást kapott, amelyről korábban csak tervek szóltak. Az egyik a milánói pavilonnak a elkészülte befejezése, ezt a kormány támogatni fogja. Másrészt pedig a déli temetőben a ravatalozónak a megújítása is megkapta azt a szükséges támogatást, amellyel a kivitelezési munkák majd megindulhatnak. De tovább kell lépnünk. Ez a sportfejlesztés most egy nagyobb lépés. Azt kell mondanom, hogy régóta várt erre nyilván a város közönsége is. Mi a kormány részéről azon fogunk dolgozni, hogy amikor megszületnek a tervek, amikor elkészül a kiviteli engedélyes terv, és amikor megvannak a jóváhagyások, akkor a kormány is ott legyen az önkormányzat mellett, hogy a szükséges fejlesztési forrásokat közösen tudjuk majd előteremteni. Ezen fogunk tehát dolgozni, és nagyon bízom benne, hogy a következő év során már a kivitelezési munkák is megkezdődhetnek. Köszönjük szépen, miniszter úr, képviselő úr. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a televízió
nézőket, és először is azt szeretném mondani, hogy a karcagiak több évtizedes álma válik valóra, hiszen több évtizede vágyik ez a város arra, hogy legyen egy olyan sport, kulturális központ, amelyet ez a város megérdemel. És az elmúlt időszakban, köszönhetően a kormány támogatásának, nagyon sok szép beruházás történt itt Karcagon, de nem csak Karcagon, az egész országban és a térségben is. Kisebb beruházások, nagyobb beruházások, figyelt az önkormányzat és a kormányzat arra is, hogy olyan kicsi apró beruházások, mint akár egy kerékpárút, egy parkolóépülő építése is megvalósuljon, de figyelt arra, hogy akár nagyobb volumenű, akár több évtizedre, akár egy fél évszázadra meghatározó beruházások is megvalósulhassanak. És köszönet a magyar kormánynak, amely nem csak Magyarország kormánya, hanem a magyarok kormánya, hiszen az ország lakosságaira figyel, az ország lakosságára, azokra az igényekre, amelyet akár a vidéki ember is meg tud fogalmazni. És egy olyan csodával találkoztunk most, egy olyan csoda kapujába vagyunk, amely azt gondolom, hogy Karcag városának hosszú évtizedekre meghatározza a jövőjét. Hiszen megépül ez a stadion, ez a sportcsarnok, amely nem csak egyszerű sportolási, hanem kulturális lehetőségekre is lehetőséget ad, és én azt gondolom, hogy olyan tempót diktál a vidék felemelkedésében, amely talán 100 esztendővel ezelőtt volt utoljára, vagy talán régebben. Én köszönöm miniszter úrnak azt, hogy gondol szülővárosára, gondol a térségre, gondol a vidéki Magyarországra, hiszen az itt élő emberek is megérdemlik azt, mint akár egy nagyvárosi, akár egy fővárosi ember. Én köszönöm még egyszer a kormány támogatását, és köszönöm azt, hogy ezt a munkát úgy végzik, hogy van forrás. Hiszen a magyar gazdaság jól teljesít, és mi mindig büszkék vagyunk arra, amikor látjuk a magyar gazdaság gazdasági sikereit, hogy miniszter úrnak ebbe oroszlán része van, és ennek az eredményeit is láthatjuk. A tavasszal én azt gondolom, hogy akár a nyár folyamán már az előkészítő munkák megkezdődhetnek, és a karcagiak tudják, hogy a déli temető ravatalozója talán 50, 60 vagy 70 éve nem újult meg. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos bejelentés, és a milánói pavilon pedig egy olyan turisztikai látványosság lesz itt a térségben, amely egy kicsit meglendíti Karcagváros turizmusát. Én még egyszer köszönöm a magyar kormánynak ezt a figyelmet, ezt a támogatást, és köszönöm miniszter úrnak azt, hogy figyel, nem felejtél a város, nem felejtél a térséget, és én azt gondolom, hogy ha van egy jó csapat, akkor megvan a siker is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én Karcagváros lakossága az itt élők nevében szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak, a magyar kormánynak a támogatásért, hiszen ahogy képviselő úr is elmondta, mind a milánói pavilon, mind a ravatalozó, mind pedig azok a sport létesítmény fejlesztések, amelyek az elmúlt hónapokban, napokban kerültek, és kerültek a mai napon bejelentésre, ahogy elhangzott többször is, hosszú távon, évekre, évtizedekre meghatározzák majd Karcag jövőjét, hiszen Karcag egy olyan útra lépett a fejlődés útjára, amelyet nagyban köszönhetünk az elmúlt évek gazdasági sikereinek, miniszter úrnak, a magyar kormánynak. A szokásos mondattal tudom befejezni, Karcag fejlődik, mert Karcagnak fejlődni kell. Köszönöm szépen a figyelmet!